Elnököt választ szombaton a Magyar Orvosi Kamara. A szervezetet 16 éve vezető Éger István kihívója, Kincses Gyula korábbi egészségügyi államtitkár, az újratervezés csoport egyik alapítója lesz, aki szerint Éger vitte be a politikai megosztottságot a kamarába. A stúdióban Kincses Gyula. Hétvégén tehát Magyar Orvosi Kamara elnökválasztás. Az ember azt gondolna, hogy mi közünk van nekünk ehhez? Hát nem teljesen mindegy, hogy ki a kamara elnök. Hát miért kellene annak hírré válnia? Legfeljebb ekkora kis picike hír, de ugye felértékeli az, hogy itt egy lázadás eredménye az, hogy Kincses Gyula az egyik jelölt, az orvosok lázadása, az orvosok egy részének lázadása teszi önt jelölté. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi nagyon reméljük, hogy ez nem tét nélküli meccs, hiszen mi egy jobb egészségügyért szerveződünk. Tehát nem lázadni akarunk, nem... Jó, csak ez nagyon fontos, hogy ez nem személyi meccs. Nem arról van szó, hogy valaki helyett valaki legyen ugyanabban a székben, majdnem ugyanúgy, csak kicsit másként, hanem mi azt gondoljuk, hogy a magyar egészségügyben van annyi probléma, hogy az orvostársadalom nem várhat kívülről minden megoldásra, mert látjuk, hogy az elmúlt időben ez kevés volt. Ön mögött álló újratervezés csoport az orvosoknak hány százalékát tömöríti? Mennyit képvisel közülük? Ha azt mondom, hogy a tavaszi választáson 180 ember volt az, aki névvel felvállalta, hogy újratervezést mezben, vagy ezzel a van, ahol stigmával, van, ahol dicsőséggel indul el a választáson, és ezt fél év alatt építettük fel, ez már önmagában jelez valamit, hogy egy 400 fős testületbe tudtunk jelölni ennyi embert. És 145-en benn is vannak a testületbe. Ugyanakkor van egy Facebook csoport, amiből az egész kinőtt, ez az 1001 orvos hálapénz nélkül, ugye az adja az igazi szellemi bázisunkat, háttérbázisunkat, és aztán ennek az aktív magja, abban több ezer orvos van, és aztán ennek van egy aktív magja, ami pedig az újratervezés csoport, ez 1000 alatti még, de az is egy nagyon szép. Ha jól értem a terveit, legalábbis annak a nagyon rövid kivonatát, akkor igazából két irányba kellene küzdenie, hogyha sikerül elnyernie az orvostársak bizalmát. Az egyik a kormány egy jobb finanszírozásért, egy átgondoltabb egészségügyi rendszerért, a másik a sajátjai, az orvosok, például a hálapénz megszüntetéséért. Ezügyben, és akkor most maradjunk kifejezetten az orvosok körében, mekkora az ellenállás? Azt gondolom, hogy sokkal kisebb, mint ahogy ezt gondoljuk. Mert valóban nagyon sokan kényszerülnek rá, külső-belső nyomás körülmények miatt még mindig, hogy elfogadják a hálapénzt, de nagyon sokan vannak, akik szeretnének tisztességgel, kiszámítható módon, emelt fejjel enélkül élni. Az, hogy van egy szűkebb réteg, amelyiknek hihetetlen nagy jövedelme van, azzal meg nem tudunk mit kezdeni, nekik azt tudjuk mondani, hogy ők nagyon nagy tekintélyű, nagyon nagy tudású emberek, akiknek szakmai perspektívát tudunk adni abban, hogyha nem hálapénzért kell, olcsó pénzért, mármint tudásban olcsóan eladni magukat, hanem a képességeiknek megfelelő munkát végezhetnek. Ez a történet ez lezajlik úgy az ön fejében, hogy közben a kormány nem tesz hozzá semmit? Tehát azt el tudja képzelni az orvostársadalom magától ilyen finanszírozási körülmények között azt mondja, hogy jó, mától nem? Nem. De ahogy fordítva sem igaz, hogyha lenne egy tisztességes béremelés, amit mi is nagyon akarunk, önmagában azt sem oldja meg. Tehát egyik oldalról van kormányzati feladat, ami részint pénz, részint kampány, abban segítség együtt, hogy elmondani azt, hogy lehet hálapénz nélkül is gyógyulni, gyógyítani. Egyébként a magánegészségügyben kiad hálapénzt. Hát ott a kasszánál mindenki fizet. Ez rendben van, de van olyan... Másik helyzetben azt mondom, a beteg hogy... úgy érzi, hogy valahol a végén mégiscsak fizettem. Teljesen egyetértünk, hogy másik helyzet, csak azt mondtam, hogy nem arról van szó, hogy a magyar egy olyan különleges anyagból van gyúrva, hogy nem tud hálapénz nélkül egészségügyet elképzelni. Tehát ha vannak tisztességes szabályok, van transzparencia, és van tisztességes finanszírozás, akkor a hálapénz kérdés igenis kezelhető. Az önök párviadalában, mert mégiscsak az lesz, hiszen 15 év után Éger István újra jelölteti magát, úgyhogy bele kell megküzdenie. Az egy érvelhető mondat, amit ő mondott, hogy Magyarországon még mindig jobb az egészségügy, mint Afganisztánban? Tehát lehet ezzel emberek elé állni 2019-ben? Én azt gondolom, hogy nem. Tehát persze, Magyarországon jobb az egészségügy, mint Romániában, jobb, mint
Ukrajnában vagy Moldáviában, de ha ez a viszonyítás, akkor ez egy nagyon szomorú dolog. Nekünk az a viszonyítás, hogy ahhoz képest, hogy kulturálisan, gazdaságilag ez az ország hol tart, ahhoz képest a magyar egészségügy megfelelő helyén van-e vagy nincs. És sajnos, hogyha az eredményeket nézzük, a populáció szintű egészségi állapotot, vagy az egészségügyben keletkező érzeteket a betegek és a kollégák részéről, mert mind a két részéről vannak komoly deficitek, rossz érzések, akkor van mit pótolnunk, van mit utolérni. Ha önt megválasztják, az azt jelenti, hogy egy új korszakot akarnak az orvosok többségükben? Vagy csak abban reménykednek, hogy valaki, aki eddig nem tárgyalt a kormánnyal, majd most másképp tárgyal, mint aki ideig azt mondja, hogy állandóan tárgyal, hogy Éger István azt mondja, hogy folyamatosan tárgyalásban van. De ugye azt vetik a szemére, hogy nem ér el semmit. Én nagyon bízok abban, hogy itt egy csapat van, hiszen az újratervezés csoport az, amelyik egy elnökséget fog felállítani és javasolni szombaton. Tehát nem én vagyok elnökjelölt, hanem egy csapat van, amelyik a kamara megújításáért dolgozik. És aki erre szavaz, az biztos, hogy azt a fajta modernizációt, változást, a korszerű gyógyításhoz való alkalmazkodást és tiszta viszonyokat ezt akarja. Akkor visszakanyarodok megint oda, hogy anélkül ez nem fog menni, hogy a kormány ne akarjon önökkel tárgyalni, és ne akarjon valóban eredményeket elérni, mert pontosan ugyanabban a helyzetbe kerülhet, mint ha Éger Istvánnak igaza van, amiben ő van állandóan, hogy ugyan tárgyal, de semmire nem jut a kormányzat képviselőjével. Én azt gondolom, hogy mi másként fogunk tárgyalni. Na, hogy? Tehát mi azt mondjuk, hogy kell az egészségügynek a megújítása, kellenek fejlesztések, kellenek reformok, kell áttekinthetőség, átláthatóság, tiszta szabályok, és ehhez pénz kell. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy tessék ennyi pénzt adni, és akkor attól a pénztől minden rendben lesz, csak nem kell változtatni semmit, majd mi elköltjük. Nem ezt mondjuk, hanem mi azt mondjuk, hogy egy tisztességes egészségügyet akarunk, aminek vannak szakmai és pénzügyi feltételei. De az, hogy jobb legyen az egészségügy, az, hogy jobb legyen a lakosság közérzete és egészségi állapota, ez szerintem a kormányzatnak is ugyanúgy érdeke, mint nekünk. És az az út, amit mi ajánlunk fel, az politikai sikereket is hozhat. Hosszú távon. Én azt hiszem, hogy a beteg elégedettség, az, hogy mások a viszonyok, az már rövid távon is tud elégedettséget, és ilyen alapon akár politikai sikert. Önnek mennyit segíthet egy ilyen tárgyalásban, hogy volt államtitkár? Tehát ismeri a másik oldal gondolkodásmódját, még ha nem is pontosan olyan, mint amilyen az öné volt adott esetben, de az, hogy milyen keretei vannak mondjuk egy államtitkárnak, azt jól látja. Az első időben ez biztos, hogy egy előny. Később azt hiszem, hogy ebben más is beletanulna, tehát nem azt mondom, hogy emiatt kell engem megválasztani, de az elején ez biztos, hogy előnyt jelent. Mit tud ígérni az orvosoknak? És mit tud ígérni a betegeknek, akikről végül is ez az egész történet a legvégén mégiscsak szól? A betegeknek azt tudom ígérni, hogy végre az orvos és beteg érdekeket összhangba hozzuk. Tehát ahogy nagyon helyes volt, hogy itt az egyenes beszédben a pedagógus szakszervezet képviselője bekapcsolta Skype-on, mert nem tudott jönni vele egy szülőt. Mi ugyanazt mondjuk, hogy nem az a jó taktika, hogy én okosan tárgyalok, mert én már voltam államtitkár, és én mindent tudok, hanem egyrészt az fontos, hogy a kormány érezze, hogy nem velem ül szembe, hanem 30 ezer orvossal, van mögöttünk akarategység, összeálltunk, van közösség köztünk, és az igazi siker akkor jön el, hogyha a kormány érzi, hogy a betegek is mögöttünk állnak. Mert azonosak a céljaink, a betegbiztonságot garantáló jó egészségügy. Ebben nem érdekelt az egészségügy és a beteg, itt abszolút közösek az érdekek. Ez utóbbiban, tehát a betegek érdekében a magánegészségügy másképp teljesít, mint a közegészségügy? Tehát, hogyha, ha megfizetem, akkor biztos, hogy jobban járok? Bonyolult kérdés, hiszen ha azt nézem, hogy egyes ellátások tekintetében nézem, akkor a pénzért általában a magánegészségügyben, és az sem egységes, de a minőségi, cégszerűen működő intézményekben biztos, hogy jó szolgáltatást kapok. Az a kérdés, hogy az egészségügy felfogható-e önálló szolgáltatások eseti halmazaként, vagy rendszerként kellene működnie, és a magánegészségügyben az a fajta komplex gyógyítás, amiben a beteg van a középpontban, és nem az ellátandó eset, az még nem nagyon valósult meg. Hát, hogy ha az orvosi kamara
következő elnökét, vendégül látjuk, az ön lesz-e, vagy marad Éger István, vagy eddig is volt, az majd ki fog derülni minden esetre. Akárki is az elnököt, majd várjuk szeretettel, hogy megtudjuk, hogy merre tovább akkor ezek után. Önnek köszönöm szépen minden esetre. Köszönöm én is a lehetőséget. Önnek köszönöm a figyelmet. Most Jakubcsek Gabriella következik, de hát ezt már nélkülem is tudják. Azt meg nem tudják, hogy mi lesz a műsorban, mert az Gabi most fogja nekem is csak elárulni. Szervusz! Szervusz, jó estét kívánok! Ma is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. 20 percenként sújt le a stroke, valamely honfitársunkra ez lesz az első témánk, és 8 millió tonna műanyag kerül az óceánokba, de hogy ez hogy kerül összefüggésbe a Katona József Színházzal, Pelső Cirékával és Szekeres Adriennel, no, ezt mind megtudhatják 8 óra 30 perckor. Ez már ilyen egészségügyi este lett a végére, de nem baj. Azt se felejtjék, hogy van még két híradó, egyiket 4:11-kor a Spiriten láthatják, a másikat 23 órakor itt az ATV-n. Szép estét kívánok mindannyiunknak, viszontlátásra!